Charlie, majom a családban. Magyar hangok, Spilák Klára, Schnell Ádám, Molnár Ilona, Előd Boton, Némedi Mari, Botár Endre. Zenéjét szerezte André Bauer. Fényképezte Jürgen Lenz. Majomrablás, írta Christine Rolls. Rendezte Franz Josef Gottlieb. Mit hozott nekünk? Újság és zsemle, csak a kávét felejtetted el. Tudod, hogy ez komoly intelligenciára van? Most mi legyen? Meghívjam Carlót és Antonellát, vagy sem, hiszen várják a hívásomat. Jaj, nem gondolod, hogy túlzás, amit csinálsz? Charlotte, mondj már végre valamit. Meddig csinálod ezt? Nyisd már ki a szád. Mamma mia, mamma mia! Talán ragasztót nyeltél? Hé, Charlie, ez nem volt szép tőled. Még el akarom olvasni. Csak arra akart figyelmeztetni, hogy reggelinél ne olvass. Mm. Na jó, igazad van. Minek kell neked ma a mobilom? Talán nekem is kéne. Na, hadd mondjak valamit. Miattad nincs már saját mobilom. Különben meg kéne elkérnem. Pillanat, ha szabad mondanom valamit. Azért nincs mobilod, mert nem tudtad kifizetni a számlát. Mert mindig olyan kevés pénzt adtok. De ez most mindegy. A lényeg, hogy kell a mobil. Jól van, parancsolj, itt van. Köszönöm. Figyelj, nem lesz ma matek, Doli? Ja, igen, Max, elmagyaráznád az egyenleteket? Most hirtelen? Miért nem tegnap este szóltál? Na jó, úgyis mindegy. Oké. Sziasztok. Ciao. Ne felejtsd el, hogy ma nem vagyunk. Tudom. Egy nap kettesben, munka nélkül. És hová mentek? Valahová a zöldbe. Kirándulunk. Jól hangzik. Oké, ciao. Szia. Tényleg be kell még menned a menhelyre? Igen, igen, lesz egy kínos találkozom Reichertékkel. Nem szívesen terhelném vele Rodolfot. Na és hol van Oliver? Megint nem aludt itthon. Fogalmam sincs, mit gondoljak erről. Lehetséges, hogy zavar, hogy a fiad barátnőjének már van egy gyereke? Nem, nem zavar, csak még meg kell szoknom a gondolatot. Az én barátnőmnek két gyereke volt, plusz egy Charlie nevű csimpánza. Remélem, hol már meggyógyult, különben rám szakad az egész recepció. Elmenjek Lénáért a suliba. Szuper lenne. Léna, hol maradsz már? Ne vacakolj! Megyek már. Csak gondoltam, hagyok nektek időt egy csókra.
Becsomagoltad a 10 óraimat? Plusz egy almát kimagozva. És egy doboz narancslét. Most aztán gyerünk gyorsan. Angyalka, 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 repülj! Egyértelműen patella luxáció. Itt világosan látni, hogy az egész tért kalács elcsúszott. Erősítsük meg a tért szalagokat. Nem hiszem, hogy az elég. És ha megint kiugrik a tért kalács? Átadjuk az állatklinikának. Találjon ki valamit a sebész. Basta. Átszaladok a menhelyre. Jó. Aztán részemről befejeztem. Mihaela már vár. Ma semmi sincs ott, ahol lennie kéne. Balhé Rodolfóval? De mennyire? Tegnap este óta szóba sem állok vele. Ó, komolyan mondja. Elég nehezemre esett. De Rodolfo meghívott 2 olasz rokont, Carlót és Antonellát. Nagyon kedves emberek, és örülök is nekik, tényleg. De? Csak voltam bátor megjegyezni, hogy rendkívül fárasztó vendégek. Erre elkezdte szidni a családomat, hogy azok még rosszabbak. Az unokanővérem az agyára ment, órákig ült a kádban, és sokat beszélt a hasába. Aztán még a kedves öreg Ludwig bácsikámat is kikezdte, hogy nem ízlett neki a főztje, és mindig rántott húst akar csült krumplival. Hát tényleg betelt a pohár. Charlotte, vegyen egy nagy levegőt. Maga könnyen beszél. A Charlie rózsát hoz magának. Mé? Charlie, Charlottának ad. Ó, köszönöm, Charlie. Scusi, cara, bocsáss meg, kérlek. Rodolfo, mindjárt jönnek Reicherték. Sí, dottore, de most... Köszönöm, te lüki. Te is az vagy. Nehogy megint rákezd. Gondolod, hogy összejön? Na, na, miért ne jönne össze? Elkezdem írni a matek dolit, aztán megkérdezem, ki mehetek-e a WC-re. Jó, és ha nem engednek ki? Azt mondom, rosszul vagyok. Hány ingerem van? És a mobilon megkapod az összes megoldást? Pontosan, ilyen egyszerű. Csak bent ne hagyd a mobilt. Nem vagyok hülye. Vannak idegeid. Gyere, menjünk be. Hát, ha találkozunk azzal a helyes gyakornokkal, tényleg úgy néz ki, mint Repit. Reichert állatkereskedés. Rövidre fogjuk. Nem akarom feleslegesen kínozni a lámát. Igenis, uram. És ne felejtsd. Meg kell győznöd Henning doktort, hogy a 2 cerkóf majmot még ma adja ide. A svedóvi állatkert már várja őket. Tudom, édesem. Eddig is elboldogultunk vele, nem? De igen. Tehát a dingó csak fél adagot kapjon a gyógyszer után. És ha valami baj lenne, hívjon a mobilon, jó? Csak egy nap az egész. Te is mondod, Charlie, hogy együtt elboldogulunk, ugye? Ne játsz a hordóval! Veszélyes is lehet. Gyerünk, Charlie, elég volt. Á, oda néz. Ott jönnek elérték. A cerkók majd. Bízza rám a dolgot, majd én elintézem, és kérem, ne szóljon bele. No. Van itt állatbőr. Jó napot, doktor. Jó napot. Buongiorno, Lombardi úr. Jó napot. Jó napot. Jó napot, Lombardi úr. Charlie! Ha tudom, hogy Charlie is itt van, hoztam volna neki valamit. Szia, Charlie. Örvendek. Van kedvük bejönni egy kávéra? Nem, köszönjük, sietünk. Csak meg akartuk nézni, hogy most milyen állatai vannak, és szívesen megvennénk magától 2 cerkóf majmot. Kapcsolatban állok egy magánállatkerttel, oda kellenének. Megint nagyon szép állatai vannak, Henning doktor. Igen. Sajnálom, de meg kell mondjam maguknak, nem adunk több állatot. Mi? Na de miért? Emlékeznek legutóbb a 2 papagájra? Igen. Nem vitték el őket Hamburgba. Egyszer csak felbukkantak egy francia állatkertben. Na, kérem, de... igaz vagy nem igaz? A hamburgi magánállatkert pénzzavarba került. Mit tehettünk volna? Szólnak nekem. Pontosan tudják, hogy csak akkor adok oda egy állatot, ha tudom, hogy hová kerül. De kedves doktor úr, csak nem gondolja rólunk, hogy komolytalan állatkereskedők vagyunk. Évek óta állatkerteknek közvetítünk. És hányszor húztuk ki magát a csávából? Hát ez az. Emlékezzen csak a 2 farkasra, ki szerzett nekik új gazdát? Mi szereztünk? Ez mind szép és jó, de legutóbb nem mondtak az igazat. Úgy értsem, hogy nem adja ide nekünk a cerkóf majmokat. Sajnálom. Oh.
Doktor úr, beszéljük meg még egyszer, higgadtam. Nincs már bizalmam, Reichert úr. Ha nincs, hát nincs. Gyere, Walter. Csak az időnket pocsékoljuk. Nem így gondoltam. Mit csinálsz te itt? Gyerünk, kifelé, de gyorsan. Pillanat. Tőlem akár maradhatsz is. Dr. Henning, nem gondolná meg magát? Kérem. Nem. Elég arrogáns volt a doktor úr. Telefonon is megmondhatta volna. Na, menjünk innen. Igen, mit tehetünk? Túl magas lovon ül. Mi a baj, rosszul vagy? Igen, nagyon rosszul vagyok. Azt hiszem... Menj ki, rosszul. De aztán rögtön gyere vissza. Következő feladat. A közös többszörös kiemelésével egyszerűsítsd az alábbi egyenletet, és most a feladat. Mínusz, négyszer, zárójel, mínusz, kilencszer, zárójel, mínusz kettő, mínusz 28, osztva, zárójel, mínusz 4, mínusz 8. Tehát zárójel, mínusz 72, osztva 3-mal, plusz 58, mínusz 81, aztán osztva, és ismét zárójel, plusz 17. Igen, és az egészet zárójelbe. Sandra, okosabbnak hittelek. Kár. Mondtam már neked, hogy szeretlek. Különös én is téged. Nem különös, hanem természet. Igen. És mert mostanában túl keveset voltunk együtt, van egy meglepetésem a számomra. És mi az a meglepetés? Szeretnék elutazni veled 2 hétre Kanadába. Kanadába? Na? Max, te megőrültél. Tudom. Charlottéval már megbeszéltem, és az úti tervet te intézed. És rábízom a torontói unokanővéremre. Néhány napig a rokonoknál leszünk, aztán felmegyünk éjszakra, és bérelünk egy kunyhót. És várjuk a medvéket. Nem lehetne valami mást? Már úgy vártam ezt a mai napot.
Igen, én is. Csak Sandra, már vége a sulinak. Nem, hazaküldtek. Miért? Mit csináltál? Dolgozatot írtunk, és a mobilon segítséget kértem. Hogy? Bent az osztályban? Nem, a WC-ben. Sajnos a hülye tanárnő váratlanul megjelent. Jaj, na és most? Nem írhattam meg a Dolit. Csak azt nem értem, miért jött ki utánam. Egyszer engem is rajta kapott egy tanár. A harisnyámban volt a puska. Igen, ami régen a puska volt, az ma a mobil. Szívem szerint ott hagynám a sulit. Semmi kedvem hozzá. Ez elmúlik. Ha túl leszel az érettségén, örülni fogsz neki. Akarod tenni a lámát? A pajtába, a zebrák mellé. Csak egy nap az egész. Jaj, mennyi időt pazaroltunk el, amiatt a hülye menhely miatt. Beszélhetek még egyszer Dr. Henninggel, de ritka makas ember. Menj csak fel, beviszem a lámát. Nem, te nem bírsz el vele, bízd csak rám. Összétnél nekem egy rántottát, farkaséhes vagyok. Ahogy akarod. Légy óvatos. Jó. Szentegek. Ricky! Igen? Ide jönnél, kérlek. Hiszen ez Charlie. Hogy került ide? Fogalmam sincs. Talán érdekelte a láma. Azonnal fel kell hívnunk Dr. Henninget. Jó, csak szépen sorjában. Te kihozod innen a lámát. Én meg felviszem Charlie-t, csinálunk valami kaját. Biztos te is éhes vagy. Charlotte, Charlie nincs sehol. Mindent átkutattam. Kérlek, te is nézz körül mindenütt. Valahol lennie kell neki. Minden szobát, minden sarkot átkutattam Sandrával. Sehol semmi nyoma. Prego, nézd meg még egyszer, kérlek. Sandra bejárja a környéket. Nyugodj meg, rossz pénz nem vész el. Kikiabáltam a lelkemet is. Az én hibám, ha történik valami vele. Rodolfo, Charlie eddig mindig előkerült. Igen. Nagyon köszönöm. Tényleg jól nevelt majom vagy. Na? Elképesztően pompás példány. Jó, akkor most felhívjuk Dr. Henninget, már biztos keresik Charlie-t. Aztán nekilátok a papírmunkának, azt is el kell már intézni. De hol van Dr. Henning telefonszáma? Bízd csak rám. Foglalkozz inkább a banklevelével, mielőtt tényleg bajba kerülünk. Na jó, figyelj, hát ha az új hitel nélkül is kijövünk valahogy. Ne járj a fellegekben, Walter, sürgősen kell a pénz. De ha összejönne az a tigris üzlet, lesz pár nyugodt hónapunk. Igen, Walter, ha! Halló, anya? Én vagyok. Csak hallani akartam, hogy vagy. Voltál az uszodában? Aha, és hogy van a hátad? Na látod. A hétvégén megyünk, úgy három körül. És viszek almás pitét. Walter? Walter is jól van, köszönöm. Hát akkor találkozunk, szia. Hopp! Én majd adom Charlie-nak az összes gulymat. Szuper!
Hello, Sandra! Szia! Charlie eltűnt. Mi már megint? Sandra, mindent végignéztem, de idefent biztosan nincs. Hallottad már, Oliver? Totál kész vagyok. Hol volt utoljára? Bent a menhelyen. Charlie megszökött. Igen, várj egy kicsit, Léna. Mondjátok, kerestétek már a faházban, a padláson vagy kint az utcán? Persze. Nem látta senki. Úgy aggódom érte. Vissza fog jönni. Mint eddig mindig. Na, mit mondtak? Már nagyon idegesek voltak. Most rögtön visszaviszem Charlie-t. Na de miért? Talán fáradjon ide érte a tisztelt doktor úr, annyira kedves azért nem volt. Walter, légy egy kicsit diplomatikusabb. Ha most szívességet teszünk neki, újra jobb lesz közöttünk a kapcsolat. A lekötelezettünk lesz. Na jó, rendben, igazad. Megcsinálod a rántottát. Mi más választásom jó, marad? Rendben. Na akkor, Charlie, minden jót. Gyere, Charlie, most hazaviszlek. Gyere. Szia, Charlie! Na, gyere. Így szépen. Na, kicsikém. Na, gyere. Így. Most itt maradsz egy kicsit. Na, gyere. Jól van. Rendes majom vagy. Gyere, Charlie. És most fel ide. És be oda. Igen, csak egy rövid időre. Na, rajta. Jól van. És most alszol egy kicsit, és holnap újra itt vagyok. Egyszer be kellett következnie. Rodolfo teljesen kikészült. Hiszen nem ő tehet róla. Hányszor előfordult, hogy Charlie megszökött? Ha megtud valamit, kérem, azonnal hívjon. Éjjel-nappal. Megint. Köszönöm, nagyon ránk fér. Viszont hallásra. Nem is tudom, hová telefonálhatnék még. Bejártam az egész környéket. Teljesen berekedtem. Most mit csinálunk? Csak várhatunk. Niente, nincs sehol sem. Felkutattam az egész padlás, de semmi. Valamit muszáj tennünk. Kérsz még, Léna? Nem, már nincs itt vágyam. És a Charlie nem jön vissza többé? Vissza fog jönni. Egész biztos. Ha te mondod, hívj fel rögtön, ha megkerült, jó? Menj mosakodni, és ne felejts el... Megmosni a fogamat, igen. Te, mint anya. Igazából még nem nagyon szoktam hozzá. Mit gondolsz, én mennyi idő alatt szoktam meg a gondolatot, amíg tudatosult bennem, hogy gyereket várok. Anya leszek. 17 évesen. Furcsa érzés volt. Öröm, félelem, váltakozva. És a barátod? Ő hogy reagált? Ő csak az érettségivel foglalkozott. Számára egyetlen megoldás létezett. Nem akartad elvetetni? Az is felmerült bennem. De csak eleinte. Aztán minél többet gondolkodtam, annál inkább elkezdtem szeretni a babát. Ez furcsán hangzik, de így igaz.
Bátor tett volt. Elvégre nem éltek már a szüleid, nem volt kire támaszkodnod. De a nagyira. Ő nagyon sokat segített. Nélküle nem fejeztem volna be a sulit. És a nagyi halála után? El akartam jönni Münchenből. Újra kezdeni mindent. Tehát elmenekültél Berlinbe? Így is lehet mondani. De egyet tudok. Újra így csinálnám. Léna a mindenem. Kész vagyok! Jó sokáig el voltál. Na, nem csoda. Előbb egy közúti ellenőrzés, aztán egy végtelen hosszú dugó. És legalább hálásak volt? Látnod kellett volna Charlie-t. Oda volt a boldogságtól. És? Dr. Henning? Na igen, ő kifejezetten kedves volt. De azt hiszem, mégsem ad több állatot. Itt vagy. Én sem tudok aludni. Azon töröm a fejem, hogy talán nem vettem észre valamit. Valami összefüggést. Miért? Mert Charlie az egyik percről a másikra tűnt el. Mégis mire gondolsz? Nem is tudom. Mit csináltok itt? Ugyanazt, mint te. Mi sem tudunk aludni. Egyfolytában csak jár az agyam. Holnap tennünk kell valamit. Ha Charlie holnap reggelig nem kerül elő, pontos tervet kell készítenünk a keresésére. Senki sem hallja, hogy Otello be akar jönni. Megint pontosan tudod, mire gondolunk. Az állatok a legjobb társak. Azért mi sem vagyunk olyan rosszak. Na, kicsikém, ide nézz, hoztam neked valamit. Na. Jó. Ha nem, hát nem. Halló, Jakubek? Itt Vicky Reichert. Figyelj, volna neked itt valami igazi csemege. Sosem találnád ki. Van egy eladó csimpánzom. Hím, 5 éves, remek állapotban, tényleg első osztályú. Jó, de nincs rá sok időd. Jó, akkor jelentkezz. Berlin környékén épp néhány cirkusz jár. Azonnal ellenőriztetem az állatokat. És másfelé is elkezdünk körbe tapogatózni. Nagyon remélem, hogy Charlie-t nem valami állatkereskedő lopta. Borzalmas lenne. Most jut eszembe. Reiherték ott jártak tegnap a menhelyen. Akkor Charlie még megvolt. Hát, ha észrevettek valamit, próbáljon meg odaszólni. Jó, rendben. Egyelőre nem tehetek mást. Akkor én megyek. Köszönöm. Szia, Max. Viszlát. Viszontlátásra. Minden jót. Halló? Reihert. Jó napot, asszonyom. Itt Henning. Asszonyom, ami Charling tegnap eltűnt. Mi? Ó, őszintén sajnálom. Szeretném megkérdezni, hogy nem tűnt-e fel valami? Talán még látták az utcán, vagy esetleg... Nem, de szinte biztos vagyok, hogy bent a ketrec mellett állt, amikor elindultunk. A férjem még integetett neki. Ezek szerint még a telepen volt? Igen, egész biztosan. Jó, köszönöm, asszonyom. Kérem, Henning doktor, nagyon szívesen.
Itt Jakubek, találtam egy vevőt a majomra. Hozd el még ma, és éjszaka átviszem Lengyelországba. Miki! Igen? Igen, szívem. Na, sikerült beszélned a bankkal? Személyesen akarnak beszélni velünk. Ezek az örökös pénzgondok teljesen kikészítenek. Elegem van. Walter, kérlek, ne vedd úgy a szívedre. Valahonnan csak lesz pénzünk megint. Mindig optimistán, javíthatatlanul. Ezért szeretlek, Vicky. Majd csak megoldjuk. Hol van Charlie? A csimpánz eltűnt. Igazán kedves tőled, hogy kiakasztod az utazási irodában. Otthon már nem is beszélünk másról. Tegnap este David még sírt is az ágyban. Mi sem sokat aludtunk. Várj csak, adhatok egy nagyobb fotót is. Jó lesz ez is. Kedvesek vagytok. Folyton csöng a telefon, mindenki aggódik. Most láthatod, hogy mennyire szeretem. Igen. Hariho! Hello! 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 Mihályla, sajnos mennem kell. Sok sikert. Szia! Charlie elő fog kerülni. Majd meglátod. Viszlát. Viszlát. Charlie eltűnt. Igen, tegnap. Nagyon sajnálom, ugyanis épp egy szuper fotó megbízást akartam adni. Ha elnézést. De azt hiszem pillanatnyilag nem megy. Talán Frey el tudja vállalni. Édesem? Igen? Feladtam az újságban egy hirdetést. Jó napot, Kemper úr. Jó napot. Már hallottam. De a hirdetés csak holnap jelenik meg. Túl sok időt veszítenek. Mi más tehetnénk? A lányunk cédulákat ragaszt ki. Oliver az interneten keresi. Volna egy ötletem. Rádión keresztül fogjuk keresni. Ezt hogy oldjuk meg? Egy barátom pont műsorvezető a Rádió 106-nál. Ő megoldja valahogy. És most elmész egy hosszú-hosszú útra, kicsikém. Befelé gyerünk. Charlie, gyere, gyere! Charlie, maradj itt! Charlie! Charlie, ne fuss el! Vigyázz! Charlie, vigyázz! Úristen, Charlie! Charlie! Nem léphetsz le csak így, na te ilyet! Gyere, kihúzlak innen! Gyere, gyere, na gyere! Gyere! Megütötted magad? Mi történt? Mutasd a lábad! Mi történt vele? Vigyázott, kutya! Megszámolhatod, stimmel? Így is elhiszem. Na, hadd nézelek csak. Nem kell félned tőlem. Én csak a kísérőd vagyok. Mikor viszed át a határon? Ma este. A legjobb sötétben vezet. Csodálatos. És még valami. A férjemnek sejtelme sincs az üzletről. Szeretném, ha ez így maradna. Válsághelyzet? Ugyan, de egy csimpánz kivitele papírok nélkül a jó hírébe kerülhet. És azt nem akarom, világos? Világos. A ketrec túl kicsi neki. Ciao. Ez most az én majmom vagy a tiéd? Rádió 106, Berlin. Tehát Charlie-t valóban családtagként kezelik? Igen, így van. Ez szenzációs, tudjátok? Én is ezt mondtam. Bíztam benned, öregem. Köztém, amíg nem csajokat kerestetsz a rádión keresztül, mindent megteszek érted. A kutyám egyszer eltűnt 3 napra. Tudom, hogy ez milyen érzés. Borzalmas volt. Csapjunk bele. Igen, ez volt a nap legszuperebb slágere, és most, barátaim, a segítségeteket kérjük. Tegnap reggel óta eltűnt egy szeli csimpánz, a neve Charlie. Igen, jól hallottátok, egy csimpánz. Charlie egy berlini állatorvos családnál él, hozzászokott az emberekhez, és szinte mindent megért. Narancssárga póló és kék nadrág van rajta. Ha valaki tud valamit Charlie-ról, kérem jelentkezzen a 853-42-80-as számon. 853-42-80, rendben, számítok rá.
rendesen, voltam a bankban, mindent elintéztem. Vicky! Igen? Mit csináltál Charlie-val? Hogyan? Mit csináltam volna? Nem vitted haza a doktorhoz. Most a rádión keresztül keresik. Tegnap reggel óta nem találják. Mit csináltál vele? Ne kiabálj velem. Hol van a csimpánz? Képzeld, eladtam. Micsoda. Mondd, hogy ez nem igaz. De igaz. És most higgadj le. Inkább örülj annak, hogy vége a pénzzavarnak. Hol van Charlie? Mondd már meg! Felejtsd el! Lombardi úr, mondanom kell valamit. Higgy el, semmit nem tudtam az egészről, ez nekem is szörnyű. Úr, nyugodjon meg, mi történt? A feleségem tudja, hol van Charlie. Ő adta el. Mi? Kérem, jöjjön a dottore, a rendelőben van. Incredibile. Oh, no! Dottore! Jó napot. Jó napot. Rodolfo, mi történt? Reinhard asszony eladta Charlie-t. Mi? Si. Ez nem lehet igaz. Pedig igaz. Igen, a hátam mögött. Charlie bemászott a kocsimba. Értem, és hol van most? Fogalmam sincs, nem mondja el. Arról sem tud, hogy most itt vagyok. De nekünk majd megmondja. Jöjjön, dottor úr, kérem, kérem, menjünk hozzá. Nem hiszem, hogy ez jó ötlet. Reinhard úr, ez az egyetlen lehetőség. Esküszöm, a felesége nem normális. Ma este elindulok. És ne felejtsd, a majomért kápé kell. Rögtön a zsebembe. Jó, rendben. Na? Éhes vagy? Nesze! Jó étvágyat! Zabálj csak, én nem bántalak. Vicky? Vicky! A feleségem elment. Jó, és hol lehet? Nem lehet valahogy elérni a mobilt? Nem. Nem megy, a mobilt itthon hagyta. Mamma mia, most mit csináljunk? Annyira sajnálom a dolgot. Hihetetlen, hogy a feleségem képes ilyesmire. Ki tudja, hogy mi van most Charlie-val? Hát szétverném a házat. Jó, jó, nyugalom, Rodolfo. Legalább Reinhard úr egyáltalán szólt nekünk. Scusi, scusi. Gondolkozzon higgadtan. Hová vihette a felesége Charlie-t? Elvégre maga ismeri a vevőkörét. Folyton ezen töröm a fejem, de fogalmam sincs. Nem tűnt fel semmi tegnap óta? Jó, akkor kezdjük még egyszer előről. Tehát a felesége úgy csinált, mintha visszavitte volna Charlie-t. Jó, és utána? Többször is elment rövid időre, néhányszor telefonált is. Kinek? A vámhatóságnak, a papagájok miatt, a banknak. Egy pillanat. Most jut eszembe. Itt Jakubek. Találtam egy vevőt a majomra. Hozd el még ma, és éjszaka átviszem Lengyelország. Ki ez? Menjünk! Jöjjenek után! Jó, rendben! Legyen! Nem hallod, kussolj! Ne csináld a balhét! Azt mondtam, ne csináld a balhét! Felhívtátok az állatvédelmi hivatalt? Jó, remek. Igen, vigyázzatok magatokra. Drukkolok. Na, Fríze is ott lesz. Ha felmutatja az igazolványát, a pasasnak ajtót kell nyitnia. Állatvédelem, Fríze, hol van a csimpánz? Fogalmam sincs, miről beszél. Hey! Hello! Ez magánlaksértés. Walter! Te hoztad a nyakamra ezeket az urakat? Jakubek, hol van Charlie?
Na rajta, hol van? Nézd csak! Jakubek úr! Mindig szétszórja a banányait! Mi köze hozzá? Kérem, azonnal távozzanak innen! Nézzél csak be ide! Charlie! Dottore, itt van! Hello, Charlie! Hey, Charlie, hát megkerültél! Meg akar lépni! Hé! Hey, attenzione! Hey! Álljon meg! Óvatosan, szép lassan. Megy? Óvatosan. Erről ennyit, Jakubek úr. Jönnek! Na végre! Hála az énnek! Charlie! Végre újra itt vagy! Úgy látom, remekül átvészelte. Úgy örülök, meséljetek már, mi történt? Charlie! Úgy aggódtunk, érted? Na, előbb bemennék. Oh, igen. Minden elmesélt. Most nyugalomra van szüksége, ugye? Hát nem szép nap ez a mai. Igen. Csak szerencse kérdése. Igen, ezt most megúsztam, kérlek többé ne csinálj ilyet. Igazából ő nem csinált semmit, csak kisé kíváncsi volt. És a kíváncsiság majom szokás. Nézzétek, Otello és Mini Charlie is nagyon örülnek. Magyar hangok. Schnell Ádám, Spilák Klára, Molnár Ilona, Németi Mari, Botár Endre. Magyar szöveg Messzéna Marian, hangmérnök Házi Sándor, vágó Pilipár Éva, gyártásvezető Németh Piroska, szinkronrendező Vági Tibor. A szinkront a TV2 megbízásából a Masterfilm Digital készítette.